amire egyedül mászott fel oda. És ez semmi, de le is tud mászni. Mondjuk azért nem hagyom itt egyedül. Csak meg akartam mutatni, hogy kiabál az utcán a járókerőknek. Most lett vége az iskolának, és egy csomó gyerek mászkál, meg felnőttek is, és amire az előbb ordibált nekik. De most úgy látom, a béka izgalmasabb. Hello! Meleg gombóc! Olyan jó meleg. Dani vérét örökölte, magasabb a testhőmérséklet, és olyan jó megbújni. Meleg gombóc. Igaz? Toki! Figyelj, csak ezt ott nem kéne eljátszani. Gyere le a földre. Mit szólsz? De akkor kapaszkodj meg a mama kezébe, jó? Na jó, kikapcsolom. Mit rosszalkodsz, Mana? Mit rosszalkodsz? Haha! Vigyázz, te ne! Hűha! Nagypapa azt mondja, hogy látja, hogy milyen jó gyerekek vagytok. Hát azt nézd meg nekik a kalipővel. Ugye leesik az ágyról. Na, nagyot kiabáltál, még kérsz egy kis vizet? Ugye hozok vizet, jó? De akkor le kellett, hogy begyelek! Jajjáig! Megírjuk ezt a levelet a télapónak, jó, csajok? Ancsi meg ott hintalomazik a cicával. A cicával! Atyaig! Szekrényt már kiborogatták. Igaz? Menj fel te is oda a baba mellé, nem mész oda fel? Anús, bolond vagy? Na, nem, Titus, nem. Na, szóval így telt a mai napunk. Én indulok mindjárt dolgozni, Dani pedig marad a csajokkal, úgyhogy ez csak egy ilyen rövid videó lett. Sziasztok!